A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, szakképzőiskola és kollégium gyakorló ápolói adtak számot tudásukról csütörtökön a vizsgabizottság tagjai Sipos Ildikó, Laci Hajnalka, Karcagi Nagy Zoltánné és Egediné Jobbágy Gabriella előtt. A B2-t a szárnyú bal szélén, ugyanúgy a negyedik borda között. Mint Facsar András igazgatótól megtudtuk, az 5/13 gyakorló ápolók tettek szakmai vizsgát. A lányok egészségügyi szakközépiskolai érettségi utáni egyéves képzésben vettek részt. A mai napon az 5/13 gyakorló ápolóink vizsgáztak, ők tettek szakmai vizsgát. Már több éve megy ugye a képzés, körülbelül 3 éve kezdődött nálunk, és évről évre ezek a lányok egyéves képzésbe, érettségi utáni képzésbe vesznek részt. Előtte egészségügyi szakközépiskolában szereztek érettségit, és ez alapján tudtak egyéves szakmai felkészítő után most gyakorló ápoló vizsgát tenni. A vizsgán 10 fő vizsgázott, akiknek még van lehetősége tovább lépni általános ápolóképzés megszerzésére, és aztán az egészségügyben elhelyezkedni. 10 lányról van szó. Én úgy tudom, hogy nekik azért még van lehetőségük tovább lépni általános ápoló képzés megszerzésére. Az, hogy ők, nekik van-e lehetőség, én azt gondolom, hogy a mai világban, a mai helyzetben biztosan van nekik lehetőség, hiszen az egészségügyben szükség van a jó gyakorló ápolókra. Ezek a lányok nagyon szép eredménnyel végezték, és általában jellemző, hogy már aki érettségével ideérkezik, az valamilyen céltudattal, céllal érkezik, és ők nagyon szép eredményen szoktak rendre végezni. A néhány éve indított képzéshez az iskolában alakították ki a gyakorlati tantermet, és mint megtudtuk, jelenleg az egyik legfontosabb képzésükké vált az ápolói képzés, mondhatni jelen pillanatban az iskola egyik tartó oszlopa. Jelenleg az egyik legfontosabb képzésünké vált, hiszen amellett, hogy folyamatosan évről évre be tudjuk indítani, emellett a felnőtt oktatásban, felnőtt képzésben is egyre többen jelentkeznek, és azt mondhatom, hogy jelen pillanatban iskolánk egyik tartó oszlopa. A vizsgán a lányok nagyon szép eredménnyel végeztek, és általában jellemző, hogy aki érettségivel jön a képzésre, az valamilyen céllal érkezik, és ezért nagyon szép eredménnyel is végeznek.